Jó reggelt kívánunk Baranyi Krisztinának és Kanász Nagy Máténak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Kezdjük az aktualitásokkal, azt gondolom, tehát van itt most sok minden, amiről érdemes lenne beszélni. Talán egy gyors reakcióra, hogy veszélyhelyzetet meghosszabbította a kormány január 1-ig. Számítottak erre, illetve egyáltalán mire számítanak, milyen egyéb következménye lehet ennek a döntésnek? Nem meglepő, azt kell mondjam. A veszélyhelyzeti rendelkezések, vagy a veszélyhelyzeti parlamenti munka az ebben a negyedik hullám érkezését váró helyzetben indokolt, igen. Semmilyen korlátozása nem számítanak ennek vonatkozásában? Ugye nem is pontosan a jogi helyzet számít, hanem valóban ezek a korlátozó, illetve védő intézkedések, amiket egyelőre nem látunk. Hát azt látjuk, hogy itt a kormány különböző nagy rendezvényeket rendez, ahova védettségi igazolvány nélkül lehet bemenni most a vadászati kiállításra, hogyha gondolunk. Miközben látjuk, hogy emelkedik a fertőzöttek kórházban lévők száma. Hol vannak a védő intézkedések? Megint késlekedik a kormány? Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a következő lépés, ugye ez többször elhangzott már itt, de lépjünk tovább a tegnapi nap újabb híre, amikor Tóth Csaba bejelentett, ez Zuglóban nem indul mégsem, visszalépett az előválasztásról. No, ez a hír vajon önöket meglepte bármennyire is? Krisztina? Igen, meglepett, igen. Én azt gondoltam a korábbi nyilatkozataiból, illetve abból a vehemenciából, ahogy a Hatházi Ákos elleni kampányba beleállt, hogy nem fogja elengedni ezt az indulást, de én azt gondolom, hogy az előválasztás nagyon-nagyon sok előnye mellett ez a tegnapi bejelentés, illetve az a többi olyan jelöltnek is, akik, hogy is mondjam, nem biztos, hogy élvezniük kellene az ellenzéki választók támogatását, az ő körülöttük kialakult helyzet, a pártok kihátrálása, ez mind-mind jótékony hatása az előválasztásnak, ami, hát ugye én 2 éve előválasztás alapján lettem polgármester jelölt. Ez azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb vívmánya a magyar ellenzéknek ebben a Fidesz által kreált választási rendszerben. 2 dologra jó kiválasztani azokat, akiket valóban az emberek akarnak, akikről azt gondolják, hogy jók lennének parlamenti képviselőnek, és kiszűrni azokat, akik pedig nem odavalók. Ez az ellenzék hitelességének azt, hogy mi másként kormányoznánk, hogyha oda kerülünk a kormányrúthoz, ez egy nagyon is jó eszköz. Ugye Krisztina azt mondja, hogy meglepte ez a bejelentés, ugyanakkor a híradóban láthattuk, hogy azt is elmondta indokként, hogy állítólag bizonyos fenyegetéseket is kapott, ami ebbe az irányba vitte. Másrészt pedig hát vannak itt más jelöltek is, akikkel kapcsolatban különböző kétségek merülnek fel, az alkalmasságukat, vagy támadhatatlanságukat, illetően mit gondolnak, hogy nekik van-e helyük, nincsen-e ehhez képest. Tehát lehet egyáltalán egyenlő mércével mérni, persze mindegyik más egyedi eset. Való igaz, hogy azért így az elmúlt napokban egyre izgalmasabbá vált az előválasztás, most ilyen szempontból is. Egyébként valóban ez egy óriási siker, hamarosan publikálni fogjuk a számokat, talán nem árulok el nagy titkot, de az 575 ezret közelítettük már a tegnapi napon, ma van ugye a zárónap, a 600 ezret biztosan át fogjuk lépni. Én innen is mindenkit biztatok, hogy vegyen részt az előválasztáson. Ami a konkrét kérdést illeti, én azt gondolom, hogy most már egy folyamatban lévő szavazásról van szó, itt alapvetően a választók fognak dönteni, miközben valóban előjöttek aggasztó ügyek. Ezekkel kapcsolatban ugye az Országos Előválasztási Bizottság ülésezik, hozza meg a döntéseket. Tóth Csaba visszalépése pedig valóban egyébként meglepő volt, én azt gondolom, most Hatházi Ákosnak elég könnyű dolga van ott. Az LMP egyébként eddig sem támogatta ugye Tóth Csabát, ez fontos elmondanunk, de azért Zuglóban is egy kiélezett küzdelem zajlik, miniszterelnöki szinten, még a mai napon is. Én mindenkit arra biztatok, hogy szavazzon a zöld jelöltre Karácsony Gergelyre. Bocsánat, csak mielőtt tovább megyünk, azért nagyon sok esetben elhangzott el. Most volt az első olyan pont, amikor a pártok egymásnak feszültek, vagy legalábbis a különbözőségeket kimondták. Ugye Tóth Csaba leginkább az kifogás volt, hogy még Jakab Péter kiállt az ő jelöltje mellett, a DK kiáll Földini Rácz Judit mellett, és azt mondják, hogy ezek nem valódi ügyek, hanem ezek egyelőre mind csak gyanúsítgatások, és hogy döntsön a választópolgár, nem szabad ebbe belemenni ebbe a sárdobálásba. Ezek szerint ön azt mondja, hogy mégis bele kell menni, tehát hogy
terítékre kerülő, akár nem tudjuk, hogy milyen ügyek, azok is most már akkor elég jogalapot képeznek arra, hogy kilépjenek a jelölt mögül a pártok? Szerintem akkor jó egy előválasztás, hogyha az tényleg mindenki betartja a játékszabályokat, és tiszta körülmények között zajlik. Én nagyon remélem, hogy ha felismerültek ezzel kapcsolatban kétségek, ezek tisztázódnak. Tiszta, szabályozott előválasztásban vagyunk érdekeltek. Az pedig, hogy egyébként vannak viták, vannak ellentétek, szerintem természetes része a folyamatnak. Hát pont az elmúlt időszakban szoktunk el a valódi vitáktól, hiszen ugye a Fideszben hát mindent vaskézzel irányítanak, és az van, amit Orbán Viktor mond. A mi oldalunkon az, hogy vannak viták, vannak nézeteltérések, egy természetes dolog, de még egyszer, ez nem szabad, hogy érintse a választás tisztaságát, erre mindenkinek törekednie kell ez alatt. Ugye a baj az, hogy nincsen elegendő idő már ezeket ügyeket kivizsgálni, tehát itt azonnal kellett ez ügyben gondolom döntést hozni, és hát a másik pedig az, hogy azt mondják, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani, és hogyha már nem annak látszik valaki, az a választókat ugye negatív irányba befolyásolhatja. Ilyen szempontból talán érthetőek ezek a döntések, nem? Épp ezért probléma, hogy Tóth Csaba visszalépett. Ha nem lép vissza, akkor a választók dönthetik el, hogy mennyire adnak alapot ezeknek az úgynevezett sárdobálásnak. Kit akarnak ott látni, hiszen az tipikus egy olyan körzet, ahol az ellenzéki szavazók vannak többségben. Szerintem nyugodtan rájuk lehet bízni azt, hogy kit akarnak választani. Ön azt javasolta volna Tóth Csabának, hogy maradjon versenyben? Így van. Így van. Ha ő meg akarja védeni magát, tisztázni akarja magát, és el akarja mondani, hogy már pedig az ő eddigi munkájával elégedettek az zuglóiak, és nem akarnak mást, hiszen ő mennyi mindent tett értük, egyébként pedig be akarja sározni egy kívülről jött jelölt, akkor a legjobb eszköz az lett volna, hogyha megméretteti magát, és ott kiderülhetett volna, hogy ez így van-e. Ugyanez igaz Farkas Péter Barnabásra és Földini Rácz Juditra is, vagy akár Hollai Gáborra is az ön véleményében? Én azt gondolom, hogy nem a pártoknak kell kiállni, nem visszaléptetni kell, hanem az embereket tájékoztatni kell hitelesen mindenről, széles körűen, minden információval el kell őket látni. Nagyon jól el fogják tudni dönteni, hogy ki ott a legalkalmasabb jelölt. Én például még egy példát hoznék, ami nem annyira közismert. Szabolcsban a Magyar Gárda egyik alapítója, egy jobbikos, most is parlamenti képviselő indul az előválasztáson. Nem merült fel vele szemben, hogy bárki is kiálljon mögüle. El fogják dönteni a választók, hogy őt akarják-e ott látni, vagy mást. Hát ebben van valami, de mondom, én továbbra is azt gondolom, persze nem az én véleményem a döntő, hogy az emberek a látszat alapján ítélnek akármennyire, és persze nyilván tájékoztatni kell őket, de hát ez a gond, hogy itt nincsen megfelelő mennyiségű információ, tehát ahogy elmondta Tóth Csaba is, vannak vádak, amelyek még nem nyertek bizonyítást, ettől függetlenül azért az embereket ez elbizonytalanítja, ez kétségtelen. A más dolog, hogy az egy kétélű fegyver, így pedig bárkit bármikor megvádolnak valamivel, amíg nem derül ki, hogy bűnös ugye addig ártatlanság, véleme van jogilag, de az emberek, a szavazók ugye nem ennyire precízek jogilag, és nem feltétlenül nézik a pró és kontra érveket, hanem az első benyomás és a látszat alapján ítélnek sajnos. Én azt gondolom, azt javaslom, hogy nézzük meg a számokat. Az előbb már elhangzott itt egy 575 ezres szám, és úgy tűnik, hogy 600 ezer lehet. Ez minden esetre már most rekord részvétel az ellenzéki előválasztás első fordulóján. Az online és a személyesen megjelent szavazók száma átlépte tehát ezt a csodaszámot, az 500 ezer. A civil választási bizottság elnöket nem zárja ki azt sem, hogy akár 7-8%-os részvételi arány lesz. A Publikus Intézet kutatása szerint a jövő évi parlamenti választás kilátásai nem változtak a fővárosban, az ellenzék, a községekben pedig a Fidesz vezet, ami szintén egy érdekes következmény, hogy miközben ilyen sokan vesznek részt, alapvetően nem változott, de nézzük meg erről egy összefoglalót, és utána pedig innen folytatjuk a beszélgetést. A borús idő ellenére is érkeznek a választók az ellenzéki előválasztásra. A szavazók száma meghaladta a 500 000-t. Vasárnap sátorban 55.527-en szavaztak, interneten keresztül 20 000-en, összesen tehát majdnem 76 000-en adták le a voksukat. A civil választási bizottság elnöke a demokrácia ünnepének nevezte a magas részvételt. Ceglédi Zoltán szerint előnyben vannak azok a jelöltek, akik jobban tudtak mozgósítani. A politikai jellemző szerint, akik a virtuális online térben akarták aktivizálni a szavazóikat, azok hátrányban vannak. A Publikus Intézet népszavában megjelent a jövő évi választásokra készített felmérése szerint egyébként a fővárosi szavazók 58%-a akkor is az ellenzékre szavazna a jövő tavaszi parlamenti választásokon, ha addig egy Magyarországot érintő menekültválság alakulna ki. A Fidesz ebben az esetben is csak 28%-ra számíthatna Budapesten. A községekben ugyanakkor a kormánypártok 44%-ot érnének el, míg az ellenzék csak 32%-ot kapna.
Miközben rekordmagas a részvétel az ellenzéki előválasztáson, azt mérték, ugye, hogy ez nem befolyásolja az alapvetően már meglévő pártpreferenciákat. Mit gondolnak erről? Szerintem azért most egy nagyon dinamikus politikai helyzetben vagyunk, tehát azért ezekben a napokban, amikor zajlik a kampány, és egy éles kampány zajlik, változnak ezek a preferenciák, és én azt tapasztalom, én számos pontján voltam az országnak, Pécstől, Zalaegerszegig, Szombathelyen, Érden, stb., hogy igenis, azért megmozdul a választói közeg, és valóban azok a MAG szavazók, az elkötelezett szavazók, azok lehet, hogy előválasztás nélkül is ránk szavaznának. Ebben biztos vagyok. De hogy ott vannak a bizonytalanok, vagy akik lehet, hogy kevésbé követik a politikát, de ők is látják a köztereken, az online térben, hogy itt valami történik, valami megmozdult, érdeklődnek, figyelnek, elolvassák az ellenzéki közleményeket, jobban figyelnek a programokra, az egyes személyekre. Ez biztos, hogy segíti a kormányváltás folyamatát, és egyébként az előválasztásnak ez volt az egyik fontos célja, hogy valóban megmozdítsa a bizonytalan szavazókat is, hiszen azt látjuk, hogy akkor tudjuk megverni a Fideszt, akkor tudjuk biztonsággal megverni, ha a jelenlegi bizonytalan szavazók közül is több százezer embert sikerül bevonni. Ez egy dolog, hogy milyen mennyiségben mozgatja meg az embereket, ugye számokról beszéltünk már, de azért bizonyos dinamika van azért, pont tegnap a Publikus Intézet vezetőivel erről beszéltünk, hogy azért a miniszterelnök jelöltek között van bizonyos erőviszony eltódás, változás, sokáig Jakab Péter vezetett, most ugye a Dobrev karácsonyharc van az élen, de Márki-Zay Péter például nagyon feljött. Mi lehet a végeredmény, mire tippelnek? Ugye most még van 12-13 óra nagyjából ma este 8-ig. Mi lehet majd a végeredmény, mit gondolnak? Hát a végeredményről én nem tippelnék, viszont azt látom, hogy mivel ennyire nagyon sokat szerepelnek a miniszterelnök jelöltek, és egyébként a jelöltek is, ugye a Partizán vitáiban most valódi arcukat is mondjuk egy órán, másfél órán keresztül megmutathatják az ellenzéki jelöltek. Ez nagyon jó tesz annak, hogy az ellenzéki szavazók pontosan így változtassák ezek alapján a benyomások és az elhangzottak alapján egyébként a saját pártpreferenciáikat is. Tehát én láttam sodródni szavazókat egészen Jakab Pétertől Karácsony Gergelyig és vice versa, és a végén hát egészen meglepő szavazások is, vagy szavazatok is születtek az előválasztáson, amelyeket előtte senki nem gondolt még volna. Igen, ha ezt a két nevet említette, igen. Szavazat született. Nyilván a saját köreimből, akiket igen. Én ismerek. Tehát a baráti köréből, így tehát van, azt tapasztalta végig, hogy látta, hogy hogyan mennek át bizonyos preferenciákon. Illetve számít-e a tartalom? Tehát például ön még mindig a Fudán ügyben nagyon erősen aktív, és most például egy kerületi rendelet módosítással igyekszik megakadályozni az egyetem létrejöttét. Ez számít, vagy pedig a pártlogó számít ilyenkor? Hát én azt gondolom, hogy a tartalom és az ügyek számítanak, egyre több választónak számítanak, persze mindig van olyan, aki a pártlogók miatt szavaz. Mi ez a mostani módosítás, amit bejelentettek? Hát ugye itt nagy a mozgás, és a legutóbbi Fudan alapítvány létrehozása és a projektcég létrehozása óta, amikor ugyan még nem történt valós vagyonátadás a Fudan részére, de minden elő van ahhoz készítve, hogy mondjuk egy választási győzelem esetén azonnal meg lehessen ezt tenni. Én úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló eszközöket mindenképpen fel kell használnunk. Egy kerület megalkothatja a saját építési szabályzatát, elmondhatja, hogy milyen épületeket, milyen beépítettséget, mekkora zöld területet. Most ezt korlátoznák önök. Így van. Ebbe lépnének bele, és nem adnának engedélyt. Így van, kizárólag az eredeti diákváros mestertervei szerinti beépítettséget szeretnék. Erre volt az a Palkovics László válasz, hogy nem is létezett eredeti terv, tehát nem ért, hogy miről beszélek, csak még egy tervezés van. Az atlétikai stadionról szóló megállapodás előtt és utána is, hát jó pár hónapon keresztül egyeztettünk ezekről a tervekről, úgyhogy nekem erről más a véleménye, ami nem létezik, azt nem lehet megnézni, meg részletesen egyeztetni róla senkivel. Nem sok időnk van már, de egy fontos, mindkettőjük számára gondolom érdekes és fontos téma az elmúlt hétvégi klímasztrájk, vagy klímatüntetés, ami, hát ha már számokról beszéltünk, sajnos olyan nagyon pozitív, nagyon nagy számokról nem tanúskodott, legalábbis itthon, miközben az ország 90, a világ 92 országának 1500 helyszínén egyszerre zajlottak ezek a globális klímatüntetések, itthon néhány száz ember vonult fel, nem tartják ezt aggasztónak, miközben Udvaros Dorottya, Greenpeace Magyarország nagykövete azt mondta, hogy a 2022-es választás az erről is fog szólni, vagy ez fog majd dönteni. Németországban látjuk, hogy már jelentős szerepe van a zöld pártnak itthon,
vajon ez a téma mennyire fogja befolyásolni a választások kimenetelét? Szerintem nagy mértékben fogja, egyébként múlt hét pénteken én is ott voltam ezen a klímatüntetésen. Nagyon jó érzés volt, hogy szerintem azért sokan voltunk, és döntően fiatalok. És az, hogy a fiatalok látják, hogy ez a jövőnket kardinálisan meghatározó kérdés, de hát már a jelenünket meghatározza. És látszanak a folyamatok, tényleg Németországban ennek nagyon-nagyon örülünk, a zöld párt történelmi sikert ért el, megduplázta mandátumainak számát, minden bizonnyal a kormányra lépve egy zöld fordulat érdekében fognak dolgozni, ami az egész Európai Unióra hatással lesz. Azért itt Magyarországon itt van az LMP, itt van a Párbeszéd, itt van Karácsony Gergely, akinek a győzelmére számítunk az előválasztáson, a kormány alakítására. A zöld ügyek ott lesznek a jövő évi kormányzásnak a középpontjában, hiszen egész egyszerűen meg kell magunkat védeni a klímaváltozás hatásaitól, az élhetetlen környezettől. Ez ideológia, vagy pedig napi gyakorlati szinten megvalósulási tervek is mögé kerültek? Hát mind a kettőnek meg kell lennie, tehát az ideológiából valamiben hinni kell, értékeknek lenniük kell, és ezekből programpontok és konkrét cselekvések vezethetők le. Mi erre készülünk, erre kérünk mandátumot, előválasztáson is a jövő évben. Lejárt az időnk, Krisztina, és mindenképpen egy mondatot ezt fűzünk hozzá. Igen, én azt gondolom, egy picit kevés nyomát találtam a programokban a zöld gondolatnak, és ezt nagyon-nagyon komolyan kellene vennie a magyarországi politikusoknak, mégpedig azért, mert most egy személyes dolgot mondanék el, az én fiam 13 éves, gyűlöli a politikát nyilvánvalóan miattam, gyűlöli a közéletet, egyetlen dolog érdekli, ő is kint volt a klímasztrájkon, és már 2 évvel ezelőtt 11 évesen is kint volt, hihetetlenül tájékozott, és ez érdekli ezeket a gyerekeket, akik majd ugye utánunk jönnek szavazóként, ez az egyetlen közéleti dolog, ami foglalkoztatja őket, ez a politikusoknak is egy nagy háttér lehet. Bízunk benne, hogy az új generáció még inkább foglalkozik majd ez a témával. Köszönjük szépen, hogy eljöttek.